Kedves közönség! Koncertünk Michael Bublé Sweet című dalával folytatódott, melyben egy igazi zenés, táncos, lokál hangulatát igyekeztünk felidézni. A következőben ismét egy rajzfilm főcímdala hangzik el. A DreamWorks első egész estét animációs filmjéhez az Oscar-díjas Hans Zimmer írt dalokat ézzel. Az Egyiptom hercege a bibliai Mózes történetét meséli el, születésétől öregkoráig. Rabszolgának született, de a fáraó családja nevelte fel, majd mikor meghallotta Isten hívó szavát, hátat fordított Léha életének és népe vezetője. Sorstapások és látványos csodák árán végül sikerült meggyőzni a fáraót, hogy elengedje zsidó rabszolgáit Egyiptomban. A Vöröstengeren száraz lábbal kelt át a nép, majd 40 év vándorlás után végül megérkeztek az ígéret földjébe, az új hazájukban. A dal is erről a töretlen, soha meg nem ingó, mélységes Isten hitről szól, amelyen Mózes a számára kijelölt életutat bejárta. Néma volt az ég, az imánk üres évbe szállt. Bennünk mégis élt egy hang, a remény dolgyunk. Mi bízunk, van, aki megvéd. A bal sors is űz egy életen át, hegymozdító hittel jár a nép, a félelmeken túl. Ki most él, mind fél, hogy hasztalanod majd száz imád. Úgy elröpped a remény, mint gyors szárnyú madár. De bátran állok én, és tart a vágy, ki tudja miért. Hitem szól, egy ősi hang, mert sosem szólt így még. Mert ő küld száz csodát, csak benne néz. Reményünk hit, ami biztosan áll. Megélhet száz csodát, aki hinni kész. Merj hinni, és láss csodát. A hív minden bajon megkárt segít. Köszönjük a közleműködést a Csepregi Csicsergő kiskorusának, akik már nem először lépnek. Róber Anna, Piros Luca, Kóbor Izabel, Németh Rebeka, Jurác Bográrka, Kovács Monika, Barbaréka, Varár Bográrka, Radics Eliza, Váti Bálint, Kluk László, Domnenics Márk. Énekelni fogok az Úrnak, mivel dicsőségesen győzedelmeskedett, ki olyan, mint ő, fenséges és a szentséggel. Szeretetedben vezeti azokat az embereket, akiket megváltott, énekelni fogok.
következő dalunk a Queen együttes legendás slágere a 80-as évekből. Somebody to love. Valaki, akit szerethetek. Így szól. Minden reggel, amikor felébredek, egy kicsit meghal a lelkem. Alig bírok talpra állni. Tükörbe nézek, és sírva fogok. Istenem, valakit, találnál nekem valakit, akit szerethetek. Egész életemben keményen dolgoztam, dolgozok, míg bele nem fájdulnak a csontjaim. De a nap végén nincs kihez hazavinnem a nehezen megszerzett pénzt. Tétre borulok, s imádkozni kezdek, míg a könnyek ki nem csordulnak a szememből. Kérlek Istenem, találnál nekem valakit, akit szerethetek. Már semmit sem érzek, semmit sem értek. Kezd kicsúszni a lábam alól a talaj. De semmi baj, jól vagyok, nem fognak meggyőzni. Csak ki kell szabadulnom ebből a börtönből. Egy nap úgyis szabad leszek. Kérlek Istenem, találnál nekem valakit, akit szerethetek.
Most következő zeneszámokkal már a keményebb rockzene irányába lépünk, amikor az ausztrál rockcsapat az AC/DC egy híres számát viszik színpadra, melynek címe Highway to Hell, út a pokol. A rock egy könnyű zenei műfaj, mely a II. Világháborút követő politikai feszültségek korában tört utat magának, egész kulturális forradalmat indítva. A rock zene társadalmi hatásai közül a legkomolyabb, hogy megnövelte a szakadékot a háború után felnövekvő tinédzserek és szüleik között. Lehetőséget adott a fiatal generációnak a bennük lévő lázadó életérzés kifejezésére, hiszen ez a zene csak nekik szólt, az ő életérzésüket érintette. A zenei megújulást követte az öltözködési stílus és a teljes viselkedés kultúra megváltozása. A rock futótűzként terjedt az Egyesült Államokban, majd Nagy-Britanniában, utána egész Európában. Könnyű az élet, ha szabadon élsz, csak bérlet egy egyirányú útra. Hát ne kérdezz semmit, hagyd békén, mindent magammal viszel. Még elindulnom sem kell, mert már úton vagyok. Nincs semmi, ami szívesebben csinálnék. Csupán végig megyek rajta, a barátok is elmegyek. Buli van, együtt megyünk a pokolba, ez a pokol országja. Nincs stopptábla, sem sebességkorlátozás, senki sem lassíthat le, nem játszhat velem. Hé, sátán, megfizettem az adósságomat, játszottam egy rockbandában. Hé, mama, csak nézd rám, úton vagyok az ígéret földjére, a pokol útján járok, ne állíts meg. Ez a pokol országja. Minden lefelé vezet, és én megyek.
Most következő dalunk még a rock kategória egyik ismert darabja. Bon Jovi, It's My Life. Ez a dal nem a megtört szívhez szól, nem néma imádságaidhez. És én nem leszek csak egy arc a tömegben. Hallani fogod a hangomat, mikor hangosan azt kiáltam. Ez az én életem. Most vagy soha. Nem fogok örökké élni. Csak addig akarok élni, amíg életben vagyok. A szívem olyan, mint egy széles ország. Ahogy Frankie mondta, megjártam a sajátam. Csak addig akarok élni, amíg életben vagyok. Mert ez az életem. Jobb, ha kihúzod magad egyenesen, mikor kihívnak téged. Ne hajolj meg, ne törj meg. Baby, sose hátráljál. Csak kiásd. Ez az életem. Most vagy soha. Nem fogok örökké élni, csak addig akarok élni, amíg életben vagyok. Thank you.
Műsorunk utolsó számaként a Molerus című zenésdráma egyik betétdalát állítjuk színpadra a Csepregi Vegyes Kar segítségével. A történet középpontja egy szerelmi háromszögűnek. A fiatal dalszerző halálosan szerelmes a híres párizsi mulaton ünnepelt táncos nőjébe, Roxanne. De a lány, bár ízeleg neki a fiatalember odaadása, ügyet sem vett rá, folyton kikosarazza. Inkább erőszakos munkaadója felé húz, aki a biztos romlásba taszítja. A két férfi egymással verseng Roxanne kegyeiért, aki képtelen választani közülük. A tangó vadritmusa és a hegedű jajveszékelése érzékelteti azt az érzelmi feszültséget, amit ez a helyzet a szereplők lelkében kavar. Thank you.
Kedves közönségünk, köszönjük szépen a sok-sok tapsot. Reméljük, jól szórakoztat a sokféleség színeiben. A következő néhány gondolat a köszönetté. A csoport számbontogatását óriási segítségnyújtás előzte meg, hiszen ez a műsor nem jöhetett volna létre támogatók nélkül. Hálásan köszönjük meg mindazok segítségét, akik bármilyen módon segítették a Bokás Spirit útra indulását. Öröm volt látni a fiatalok arcát, amikor arról számoltak be, hogy milyen cukik is az ember. Hátteret kaptak önöktől, biztatást, hogy megéri a munka. Igaz, ez a felkészülés folyamatára is, és a mai koncertre is. Rengeteg áldozat, szabad idő, lemondás során nyugodtunk el 2 év után az önálló koncert megtartásáig. Köszönöm kitartásukat és a segítő kezekét is. Szeretném önökkel is megosztani támogatóink név során. Köszönetet szeretnénk mondani a művelődési ház dolgozóinak, Vargáné Csóka Renátának, Euróvár Kft.-nek, Mészáros Istvánnak, Horváth Gyula virágboltosoknak, Gyulász Gyulának, Lina Optikának, Edi Marketingnek, Fókusz Üzletnek, Barát András segítségével. Lakics Ferencnének, Rebeka Vegyi Boltnak, Horváth Gábornak, Kaszás Hanetnek, Farkas Laurának, az Aromaháznak, a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Nőzeti Iskolának, a Soproni Pékségnek, Enzsör Luis Viktoriának, Trio TV-nek, Varga Zsoltnak, Horváth Veronikának, Bán Zoltánnak, az Unirit Kft.-nek, Kovács Andrásnak, a Gyógyszertárnak, a Kopnak, Bódis Tibornak, Szabó Andrásnak, Rabi Imrének, Kontó Gézának, Nyári Viktoriának, Szoláriumnak, Vienes Bélának, Ciemnicki Erzsébetnek, Kutrovics Istvánnak, Fagyizónak, Somakodrászatnak, Vádi Autós Üzletnek, Vasműszaki Boltnak, Finta József Plévános úrnak, Roberto Pizzeriának, Iliás Istvánnak, Kolanics Gábornak, Szekér Istvánnak, Gulyás Imrének, Tordiné Farkas Petrának. Én remélem, hogy nem marad ki senki, de ha igen, akkor tiszta szívünkből szeretném köszönetet mondani. Azt gondolom, hogy óriási doktrinszer volt ez a csoportot. Hogy egy kicsit a köszönetet még jobban alátámasszam, hát egy ráadás számként gondoltunk, hogy énekeljünk valamit. És a köszönet hangja ezzel a szöveggel is alátámasztott. Eljött az idő, hogy meghalt a hívó szó. A világnak egyé kell válnia. Mert valahol most is emberek halnak meg, itt az ideje kezet nyújtani, ez a legfontosabb. Nem érhetsz tovább úgy napról napra, hogy arra vársz, valaki valahol majd elhozza a változást. Mi mindannyian Isten nagy családjába tartozunk, és csak a szeretet az, amire szükségünk van. Küldd el nekik a szívedet, így tudni fogják, hogy van, aki törődik velük. És az életük erősebbé és szabadabbá válik, mint Isten, amikor a kövek kenyérré változtat. Nekünk csak segítő kezet kell nyújtani. Mi vagyunk a föld, mi vagyunk a gyermekei, mi vagyunk az egyetlenek, akik szedni tehetjük. Hát kezdjünk végre adni, ez az egyetlen lehetőségünk, hogy életet mentsünk. Nem kell hozzá más, csak te, meg én. És azt gondolom, hogy a közönségtől, a támogatóktól, a Csepregi Vegyeskod Egyesülettől, a Kis Csicserdőtől, és a Bokás Spirit csoporttól mindenki valami adott a másiknak. Köszönöm. Thank you.
Ha nincs hozzá segíteni, akkor én egyedül kevés lennék. Köszönöm szépen!